itt vagyok a telken, éppen óriási fűnyírásokban vagyok. De meg akartam nektek mutatni, hogy mennyire szépen megcsinálták a lányok a kisházat, mert a múlt héten szerintem már nem sok mindent mutattam belőle. Teljes mértékben eltűntek a hangyák, leszették a penészt a falról, mindent átmostak hipós vízzel, az ablakokat is lepucolták, és hát mindent kiszórtak, mert itt ugye volt lerakva egy ilyen ócska padlószőnyeg. Mindent levittek a pincébe, már csak tényleg onnan kell majd elvinni egyszer egy jó kis konténerben. Függönyöket is leszettem, mert már tényleg 1000 évesek voltak, meg minden csetreszt, ami itt volt, úgyhogy most már tényleg csak ezek az alap dolgok maradtak itt. Ezeket is majd idővel elvitetem, de most egyelőre még jó, hogyha ne adj Isten itt alszunk, vagy valami, amikor jönnek a kutfúrok, akár erre is lehet tenni egy hálózsákot, és lehet rajta szépen aludni. Meg a kutyus is ugye akkor el lesz itt benn. Majd még ezt nyilván rendszerezni akarom, meg szeretnék majd venni salgópolcokat az Obiban, és akkor arra is szépen felpakolni, csak hát nem tudok én sem mindent egyszerre csinálni, meg nem tudok 28 felé szakadni. De most eddig nagyon-nagyon jó a helyzet. Aztán nem sokára jön a Lilla barátném, bevásároltam egy-két cuccot a Lidliben, fogok csinálni egy jó kis sajtálat, meg lesz egy Coca-Cola-s együttműködésem, úgyhogy arra is szépen majd csinálok jó kis videót az Instára. Aztán hát igazából ennyi. Most megyek vissza szépen füvet nyírni, azért van rajtam ez a kis hasítási, hogy bele tudjam tenni a telómat, hogy közel legyen az órához, hogyha megérkezik a Lilla, akkor majd halljam. Még ugye teljesen ki van, mert végre megszerette a fűnyírót, most már nem idegeskedik, amikor füvet nyírok, úgyhogy nem kell kikötnöm. Viszont hozza a játékát egyfolytában, úgyhogy dobálnom kell neki cserében. De nem baj, mert ez így tök jó kis kollaboráció. Meg most egy kicsit már bátrabb vagyok a fűnyíróval is, úgyhogy lejjebb állítottam kettővel. És itt sokkal-sokkal szebb lesz a fű, rövidebb lesz, úgyhogy király. Ja, egyébként vízért mentem be, nem is tudom, miért nem hoztam ki. Hú, kemény ez a fűnyírás. És ráadásul most már 2 hetente nyírnom kell, mert annyira hamar megnő. Na, folytassuk. Hoppá, bocsánat. Itt van ma a bélkő, csodálatos az idő, nagyon jó. Szerintem van vagy 25 fok. Na, hol a labda? Keresd meg! Egyébként egy igazi dzsungel most a telek, hogy 3 hete nem voltam, mert ugye esett az eső, meg Londonban voltunk, úgyhogy most minden nagyon benőtt. De ezt a fát akartam nektek megmutatni, hogy képzeljétek el, a múltkor, amikor itt voltunk a lányokkal, felfedeztük, hogy ez mindenhol itt hajtásokat ad, és ez a gyökeréből nő ki ez az összes kis picike, de itt már olyan hatalmasok, a tó majd kijebb lesz, vagy lejjebb lesz ásva, és egy kicsit meg lesz majd nagyobbítva, hogy halacskát is tudjam majd bele szépen telepíteni, meg ugye, ha mélyebb lesz, akkor nem fog majd talán nyáron kiszáradni. Egyébként még mindig nem tudom, hogy hívják ezt a fát, majd mindjárt megnézem a növény határozomban. Egyébként nézzétek meg, hogy a szőlő milyen csodálatos. Ugye visszavagdaltam, de aztán annyi helyen olvastam, hogy teljesen felesleges permetezni, hogy igazából nem álltam neki, hanem csak lekapargáltam róla azt a fehér cuccot, ami rajta volt, ezt az uzmót. De nézzétek, már nő a kis szőlő, nem hiszem el. Ez most már vehetjük úgy, hogy az enyém, mert igazából én munkáztam itt, meg csipegettem le, meg akaszgattam fel, meg mit tudom én, majd még nyilván lesz vele jó sok teendő, de nagyon örülök, hogy elkezdett szépen nődögélni. Jaj, de izgalmas! Most kijöttem csak ide az utcafrontra, mert várom a Lillát, mindjárt megérkezik, de gyerekek, egyszerűen olyan jó érzés így sétálgatni, teljesen a magaménak érzem ezt a kis falucskát, pedig egyébként még nem sok közösségi programban vettem részt, de már most is abszolút olyan érzés, mintha tényleg ez a saját kis falum lenne, mert tudjátok, hát itt vettem meg életem első telkét, úgyhogy igazából, ha úgy veszük, akkor Bélapát falvi vagyok most már. Hát de ez a látvány, hogy mindenhol ott van. Mindenhol ott van a bélkő, nézzétek meg, egyszerűen csodálatos. De nem is csak a bélkő, hanem hogy minden. Ott is csodás hegyek, mindenhol szép kis kedves házak, minden zegzugban legelők, ott is van egy, hol vagytok, ott is van egy legelő. Azt lehet látni a telekről is, amikor kim vannak a kis bocik. Annyira csodálatos. Sziasztok! Megjöttünk a telekre!
Itt vannak anyái, most jöttek kicsit hétvégézni hozzánk, és vettem egy medencét az Obiban, amit most anyával szépen itt felállítunk. Ez csak egy ilyen sima kis medence, 8900 forint volt, tök szupi, és a Rafi már nagyon várja, hogy kész legyen, hát nem tudom, hogy mennyi idő lesz, mire ez a kis alacsony nyomásra itt feltöltődik, de meglátjuk. Na gyere, Rafi, gyere! Apa már begyújtotta a tüzet, mert most csinálni fogunk egy szuper pörköltöt. Aztán én megyek szőlőt kötözni igazából. Az a mai tervem. Mert ez gyönyörűen elburjánzott a szőlő. Annyira jó itt lenni, gyerekek! Fú, lehet ezt a sövényt meg kéne metszenem. Hú, gyerekek, annyi munka van itt mindig. Készül a pince pörkölt. Kész van a sziklakert. Anya kihozta belőle, amit csak tudott. Jövőre majd szépen be is ültetjük virágokkal. De milyen szép lesz, anyukám! Rafi segített gazolni. Jaj, de szép! Úristen, micsoda színek! Elfáradtam, de nem sok mindent csináltam ma. Felkötöztem a szőlőt, majd mindjárt megmutatom nektek. Nagyon-nagyon szép lett. Meg most ettünk. Fú, isteni finom lett a pörkölt. A végét kicsunkoltam egy kis sajtos pogácsával. Aztán most el kell pakolni a gazt, amit anya kiszedett, és utána megyünk haza. Na, úgyhogy ez egy egész produktív nap volt. Apa is egy kicsit szedegetett ki ilyen gazokat, ilyen sövényvágóval, vagy mivel, de most már tényleg vennem kell egy fűkaszát, mert ez a kis szegényíró, ez semmire se jó, és mindig ezt csinálom, hogy megveszem az olcsóbbat, mert azt hiszem, hogy majd jó lesz, aztán közben kibaszok magammal, és most vettek még egy fűkaszát is. Olyan jó, hogy végre nem csak mi dolgozunk, nem, Rafi? Olyan szép vagy. Jaj, de cuki vagy. Cuki vagy. Cuki vagy. Megérkeztünk a telekre Rafi kutyával. Ma szerda van, augusztus 16-a, és ma fog kijönni hozzánk az építész kolléganő, aki segít majd a tervek elkészítésében, mert ugye hivatalosan engedélyeztetni kell a terveket, a házat ahhoz, hogy szállás lehessen belőle. Egyébként azt hiszem 100 négyzetméter alatt nem kötelező építési engedélyt kérni, hogyha nem emberi tartózkodásra vagy lakhatásra lesz az épület, viszont ugye nekünk arra lesz, úgyhogy mindenképpen kell engedélyeztetni, és most ez a hölgy lesz, aki össze fogja fogni nekem az összes tervet, ugye magát az épületet, a csatornázást, szennyvíz, minden ilyesmit, amit be kell írni a tervbe, azt majd ő fogja nekem intézni, segít földmérővel kapcsolatban is, illetve talajmechanikussal kapcsolatban is, úgyhogy nagyon szuper, egyébként őt is a statikus bácsim ajánlotta, és nagyon-nagyon kedves hölgynek tűnik így a telefonból, még nem találkoztam vele, de biztos vagyok benne, hogy élőben is aranyos lesz, úgyhogy megvárjuk, 5 órára van a találkozó kitűzve, és meglátjuk, hogy mit fog majd mondani. Vannak a kis rózsák, jaj, de szépek! Rafi kutya úgy várja a vizet, de sajnos bedöglött a búvárszivattyú. A múltkor, amikor itt voltunk anyáikkal, akkor hát egy kicsit túlterheltük, mert fel akartuk tölteni a medencét, de aztán nem gondoltam végig, hogy annyi víz nincsen benne, vagy pedig nagyon leül az aljára a búvárszivattyú, és ugye az alja az egy kicsikét homokos, nincsen kitakarítva. De most nincsen, Rafkó. Imádok egyébként itt mezitláb mászkálni, mert annyira puha a fű, és annyira jó frissen lenyírva, most voltam ugye vasárnap nyírni a füvet. Aztán igazából annyi dolog lenne, de most úgy mindennel leálltam, megmondom őszintén, mert ugye azt várom, hogy valami történjen már végre a házzal, majd update-elek titeket, hogy éppen milyen folyamatok vannak most, de egy kicsit, nem is az, hogy elakadtunk, csak egy kicsit belassultak most a dolgok, úgyhogy azért nem is volt titkos projektes epizód. Viszont, ha már én is egy kicsit többet tudok a procedúráról, meg már minden tényleg le van tisztázva, akkor mindenképpen el fogom nektek majd mesélni ezt az egész engedélyeztetést is, meg mindent. Most a következő projekt az lesz, hogy elől ki akarom cserélni, van ott egy, hát egy kocsi beálló, vagy hogy mondjam, ott azt meg akarom igazítani,
ki kéne szedni egy ilyen, van ott egy ilyen nagy vas darab alul, ami fogja ugye a kaput, azt egy kicsit vagy lejjebb kéne ásni, vagy feltölteni zúzott kővel, és akkor be lehetne állni már végre ide, meg hát a raklap is ugye útba van, tehát azt is el kéne pakolni. Viszont van ott egy ilyen kis fahíd, ami be van törve az egyik léc, úgyhogy sajnos oda nem tudok felállni a kocsival, azt is ki kellene cserélni, és akkor el lehetne itt férni, mert most mindig itt a szomszédok előtt állok meg, meg a tűzónapon, viszont ugye ez itt, ez lesz majd a kocsi beálló, tehát ha ezt a raklapot innen eltüntetjük, akkor ide akár két autóval is be lehet majd állni, úgyhogy ez lesz a következő terv. Na de megmutatom nektek azt a deszkát most már, jaj. Ott van az a deszka, be van törve teljesen, úgyhogy azt ki kell cserélni, meg hát lehet, hogy az egészet ki kéne cserélni. Csak ugye igazából feleslegesen addig nem akarok semmit csinálni, meg semmire extra pénzeket költeni, amíg pontosan nem tudom, hogy fog kinézni, mert ugye mindent szépen meg akarok csinálni, ebbe beletartozik a kocsibeálló is, és nem akarok csak így félig valamit elkészíteni, aztán nem foglalkozni vele jövőre, meg újra kell tervezni az egészet, úgyhogy megvárom, hogy a házból legyen valami, és majd utána fogunk nekiállni a többivel foglalkozni, mint például a kertet szépíteni, ugye. De egyébként a szőlők csodálatosak. Egy kicsit elkezdett már sárgulni a levele. Gyere, Rafi! Gyere, Rafi! Viszont hát először megijedtem, hogy én voltam a ludas, mert azt hittem, hogy a kötözésem miatt, de nem. Nem kötöztem túl szorosan. Viszont ugye hát igen, sárgállik. Nem permeteztem le végül, úgyhogy nem tudom, de hát nézzétek meg amúgy. Nagyon szépek a kis szőlők rajta, legalábbis nekem úgy tűnik, meg van egy csomó fürt, és ugye többféle szőlő is van itt, ott azok a hátsó például, csodaszépek, nem tudom, hogy a naptól kezdett el sárgulni ennyire a levele, mert ott ugye azért nagyjából árnyékban van, bár nincs, nem tudom. Vagy csak másfajta szőlő? Fogalmam sincs, nem értek hozzá, mindegy. Annyian írtátok egyébként, hogy ez az ecetfa, ez kiírthatatlan, meg mindenki utálja. Hát nekem egyébként nagyon tetszik. Tehát én elvagdalom itt, ott benn is van egy darab ága. Hát tónak ezt már nem nevezném annyira, békanyál rengeteg, de nekem ez nagyon tetszik ez a fa, és szerintem tök jól mutat itt a teleknek a közepén. Majd szedhetem össze ezeket a szarokat. Nézzétek, ez is az én szilvafám itt kívül. És ezen nagyon-nagyon szép a termés, és még egy kicsit kemény, úgyhogy szerintem ez majd tök jól meg fog érni őszre, már nagyon izgatott vagyok. Egyébként itt kint a teleknek a külső részén, a kerítésen kívül tele van szilvával. Annyi szilva van, mint az állat, úgyhogy remélem, hogy nem fog az összes lehullani, aztán lehet majd lekvárt főzni. Most ment el az építész, hogy nagyon-nagyon szimpatikus, élben még szimpatikusabb, mint telefonban, úgyhogy nagyon örültem neki. Annyit csináltunk igazából, hogy így nagyjából berajzoltuk, hogy hol lesz majd a kis ház, meg ugye lemértük itt pontosan, hogy mennyi a távolság. Mert az a lényeg, hogy a telek határtól, tehát a kerítésektől 5 méterre kell, hogy kezdődjön a ház, annál közelebb ugye nem lehet tenni a kerítéshez. Úgyhogy nagyjából valahol itt lesz majd a sarka a házikónak, és innen indul, így megy egy L-alakban majd. De most itt eszembe, hogy ti még nem is láttátok a terveket. Na mindegy, majd megmutatom nektek, de nagyon jól fog kinézni. Úgyhogy be van mérve, most még várok egy árajánlatot, és hogyha az megjön, akkor küldöm tovább az építészhölgynek, meg a műszaki tartalmat is, és akkor szépen elkezdődhet majd a tervezés, aztán meg az építkezés. Na, ennyi mára, megyünk haza. Ki fogja tolni, tehát itt el kell darabolni ezeket, mondjuk sarokcsiszolón van, tehát... Jó reggelt! Jó reggelt! Ma augusztus 23-a van, szerda, és megérkeztünk a telekre, most reggel 8 óra van. Ma jött a kútfúró csapat megcsinálni a tükröt, ugye kiegyenlíteni a földet, hogy majd a fúró fel tudjon állni.
Úgyhogy most kiszednek egy-két gajat, meg kicsit ledarálják az útban lévő fát, ami már amúgy is rohad, úgyhogy ezt ki is kéne szedni. És szépen kinyitják, kibontják a kerítést, és ott fog majd beállni a gép. Nagyon izgalmas dolgok ezek. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor szerintem szeptemberben kész lesz a kút. És gyerekek, ez a csend, amit most itt hallok, vagy nem hallod a csendet, nem tudom, de nagyon szuper csend van. És még nem voltam itt ilyen korán, de ez valami csodálatos. Reggel 8, hát jöttem volna előbb is, csak nem bírtam felkelni, mert így is 6:30-kor kellett elindulni. De alig várom, hogy majd megnézzük itt a napfelkeltét. Akkor jól van. Jó. Szerintem, ha már úgy is jön, hát ez a lendületre, hogy befordul már, ott van az útjába. Hát... Olyan helyre betegni majd, ahol olyan bokros vagy. Nem tudom, de kerítés még marad. Ezt nem, ezt kivesszük. Igen. Megtalálja ez majd magának. De aranyos. Jó. Nagyon izgalmas, mindjárt megérkezik a munkagépes srác. És megkérem majd, hogy itt szépen ezt a kerítést is tolja el, szedje ki, mert az ott igazából nem kell, csak eddig még nem tudtuk mivel kiszedni, de hát a bobker az kikapja. Úgyhogy már az is eltűnik, és most már tényleg úgy fogom érezni, hogy végre valami elindul. Nagyon izgalmas, utána meg majd jön a házikó. Kihasználom, hogy még van fű mindenhol, úgyhogy most még mezitláb mászkálok. Rafi kutyának a játékát megmentjük. És nézzétek, a szőlő is most már milyen szép. Csodálatos. Lesz egy jó kis szüret majd ősszel. Na, tök jó haladna, már ki van bontva teljesen a kerítés. Hanem a karó majd oda lesz, ami között majd Tominak dolgozni kell. Uh-huh. Na. Hol legyen? Én ide gondolnám, mert itt nem lesz útba már a terasznak se. Jó, itt? Jó. Itt jó. Rendben. Szerintem. Ha nektek is jó, nagyon, akkor nagyon. Nekem tökéletes. Na, ehhez képes kell majd nekem akkor a fúrópontot. Azt mondja, hogy ott. Itt. Jól van. Gyűjt így fog állni. Ahhoz, hogy mi ki tudjuk szolgálni a gépet, körülbelül eddig a pontig kellene. Azt mondja, hogy... Most ahhoz, hogy a fúrópont ott legyen, akkor a gép viszont majd valahogy így fog állni, hogy még a tartály meglegyen, a szívó ezen a részen. Igen. Az jó, mert itt akkor már van annyi hely. Nyilván most van műszaki probléma a Bobcat-tel, nem is értem. Kérdeztük tőle, hogy volt-e már, én azt mondta, hogy nem. Jaj, de hát ez Murphy törvénye. Főleg azért, mert most semmire nincsen időm, főleg nem arra, hogy másik napokon én ide kimászkáljak, mert ugye mindjárt menjünk Kanadába. Úgyhogy hétközben itt abszolút elfogyott az idő, de nem baj, valahogy csak megoldjuk. Itt vagyunk már Egerben, éppen most a Tesco-nál várakozok, mert bevásárolunk, bográcsozni fogunk. Mindjárt elmondom a fejleményeket, hogyha odaérünk a telekre, viszont egy óra múlva jönni fog a földmérő, meg villanyszerelő is érkezik ma, ugyanis kicsit ott át kell alakítani a villanyt, mert van egy 12 vagy 16-os megszakító, ami lecsökkenti a 20-as villanyunkat, úgyhogy ezt szépen ott egy kicsit át kell mahinálni, hogy 20-as legyen a kivenet. És akkor a kútfúróknak is lesz majd elég áram a kompresszort, meg mindenféle dolgokat majd operálni. Úgyhogy ezt most ma elintézzük, és bográcsozni fogunk szépen egyet, meg lenyírjuk a füvet, meg megmutatom nektek, hogy milyen lett a tükör, még én sem láttam, úgyhogy nagyon izgalmas. Kíváncsi vagyok, hogy mit alkottak ott most a hátsó részen, mert ugye abszolút le lett darálva ott az egész föld, hogy majd a munkagép fel tudjon jönni, hogyha jönnek a kútfúrók. És
Nem leszünk itthon, pont akkor megyünk Kanadába, amikor jönni fognak a kútfúrok. Sajnos így jött ki a lépés, viszont megígérték, hogy videózni fognak majd egy kicsit nekünk, hogy legyen egy kis tartalom nektek is, és akkor majd legalább el tudom mesélni, hogy is néz ki ez az egész procedúra, meg én is láthatom. Úgyhogy induljunk a telekre. Na, megérkeztünk a telekre, és már látom, hogy mekkora változás van. Nem történt még semmi, de már legalább elindult valami, gyerekek. Vagy igen? Vagy történt valami? Most már látszik legalább, hogy megindult a folyamat, és ez nagyon-nagyon izgalmas. Mindjárt ide ér a földmérő, úgyhogy csak gyorsan megmutatom nektek, hogy itt van a kis tükör. Ugye ezt a kerítést már elkezdték itt kibontani, még a maradékot is ki fogjuk venni, mert az ide teljesen felesleges. De ide fog majd felállni a munkagép, és itt lesz a kút, itt lesz majd a helye. Szerintem megjött a földmérőnk. Na jó, utána elmondom nektek, hogy mi a helyzet, de itt vannak már a vizes tartályok, ezt majd szépen fel fogják tölteni, és akkor ugye tudják majd használni a vizet a munkagépekhez. Ott van a föld, amit kiszedtek. Na, kimegyek gyorsan a földmérőhöz, aztán folytatjuk. Na, most már zajlik itt a földmérés nagyban. Először a kerítéseket, meg kívülről a telekhatárt, aztán mindjárt jön befele. Mi ez itt ez a terep? Mi ez a terep? Ó, gyerekek, csodás bélkő ma is. Na, végzett a földmérő is, meg kész van a villany is, úgyhogy végre folytatni tudom nektek a sztorit. Hát ugye az eredeti terv, kezdem az elejéről. Az eredeti terv az az volt, amikor én megvettem ezt a telket, hogy a kis házat fel fogom újítani. Aztán kijött a statikus, és mondta, hogy sajnos nem lehet felújítani a kis házat, mert nem bírná meg azt, ami nekem az elképzelésem, meg nem lehet lakhatóra megcsinálni. Mi a helyzet? Úszol? Úgyhogy akkor jött a statikusnak az a gondolata, hogy csináljunk egy mobilházat. És akkor el is képzeltük, hogy itt lesz a mobilház, én ezt meg is terveztettem, hogy hogyan néznek ki, hogy ugye sokkal szebb lesz onnan fentről a kilátás a bélkőre, stb. Aztán, ahogy elkezdtem kooperálni ugye az építésszel, illetve a többi tervezővel, felvettem a kapcsolatot a földmérővel, és a földmérő közölte velem, hogy hát ide én nem tehetek házat, úgyhogy ha vesztek zárt kertet, vagy akármilyen földet, ami ugye a földtörvény, amire vonatkozik a földtörvény, akkor mindenképpen járjatok ennek utána, mert ugye amikor én aláírtam a szerződést, akkor abban benne volt egy olyan pont, hogy megvételtől számítva 5 éven keresztül én nem hasznosíthatom más célra a telket. Na most én ezt csak azzal kötöttem össze, hogy ugye szállást nem csinálhatok-e belőle. Erre rá is kérdeztünk annó, és mondták, hogy de, lehet belőle szállást csinálni, úgyhogy nem is foglalkoztam többet ezzel a ponttal. És most derült ki, hogy igazából ez arra vonatkozik, hogy nem vetethetek ki másik területet 5 éven keresztül a telekről. Tehát nem építkezhetek máshol, csak oda, ami már benne van ugye a teleknek a rajzában, az pedig ez a kis ház. Úgyhogy most újra kellett tervezni mindent, és végeredményben ugyanott vagyunk, hogy a régi kisháznak a helyén kell majd megépíteni az új kisházat. Úgyhogy most megint állok neki mindent tervezni, hogy végül is hogyan nézzen ki a kisház, hogy mit szeretnék. Ugye ezért is volt kint most itt a földmérő, hogy bemérje, hogy végül is mekkora az alapja ennek a házikónak, illetve a telkeknek vagy a teleknek a pontjait is bemérte, amiből pedig ki fog derülni, hogy milyen magas lehet az épület. És ezt most nagyon várom, mert ott fog kiderülni igazából, hogy tehetünk-e majd galériát, mert ugye nyilván az lenne a legjobb, hogyha minél magasabb lenne az épület, hogy itt a hálótérből lehessen majd látni a hegyet. Ugye, mert nyilván az az egésznek a lényege, hogy látszódjon a hegy a házból. Úgyhogy most megvárom, hogy a földmérő mit fog visszajelezni, és akkor annak alapján fogok majd egyeztetni újra az építésztervezővel, aki pedig majd le fogja rajzolni az elképzeléseimet, ami már egyébként megvan nyilván a fejemben, mert nekem így jönnek ezek a gondolatok folyamatosan, ugye nagyon ki tudom élni ezen a telken a kreatív lényemet. Itt tartunk most, ez a jelenlegi állás, de legalább most már tényleg úgy érzem, hogy
elkezdtek beindulni a dolgok, most már tényleg mindjárt kész lesz a kút, utána lehet csinálni az aknát, lehet elkezdeni szépen majd a bontást, meg a csatornázást, meg ilyesmik, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas dolgok ezek, és hát tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből az alapterületből, meg hogy egyáltalán mennyire lehetne bővíteni, mert hogyha lehet bővíteni, akkor esetleg még arra gondoltam, hogy ezt a részt egy kicsit így majd kijebb hozni, de hát ez a jövő zenéje. Na mindegy, most már készül a bogrács, föl a pörkölt, én pedig megyek és állok neki fűkaszálni a kis szegélynyíromban, mert óriási nagy a fű kint az árokparton. Úgyhogy ennyi ennek az epizódnak az update-ja.